Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szemléletformálás, klímairodát hoznak létre a megyei önkormányzaton belül. Halálos baleset, nem volt bekötve a 27 éves áldozat. Költségvetés, 6 milliárd forintból gazdálkodik idén Bonyhád. A tudomány iránti érdeklődés felkeltése a cél. Szekszárdon tartják a tudományos diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciáját. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Klímairodát hoznak létre a Torna megyei önkormányzat munkatársai környezetvédelmi mérnökökkel közösen. A cél, hogy az országnak ezen a részén élők közül minél többekkel ismertessenek meg például olyan jó gyakorlatokat, amik korábban már a megyei klímastratégiába is bekerültek. 2017 nyarán Torna megye több településén elkezdték kidolgozni a helyi klímastratégiákat. A megyei önkormányzat által irányított munkára 30 millió forintot költöttek. Ebből a pénzből felmérték a települések helyi sajátosságait, például a domborzatot, a természetes vizek állapotát, az épített környezetet és az ipari létesítményeket is számba vették. Az összegyűjtött adatokról már akkor tudni lehetett, hogy nagyon sok mindenre, például a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tételére tudják használni. A Tolna megyei önkormányzat képviselői pénteki ülésükön most a stratégiához kapcsolódó újabb fontos döntést szavaztak meg. Eszerint hamarosan létrehoznak egy úgynevezett klímairodát. Szemléletet szeretnénk formálni, és úgy a fejlesztéseket, amik a megyében, vagy amik vannak már elképzelések a megyében, ezek mind-mind úgy próbáljuk már megoldani, hogy illeszkedjenek az elfogadott megyei klíma stratégiához. Itt gondolok körkörös gazdaságra, gondolok talajerózióra, gondolok a légkörvédelmére, gondolok okos energiafelhasználásra. Ez indokolta az úgynevezett klímairoda létrehozását, ami tulajdonképpen egy munkacsoport felállítását jelenti. Ebben a megyei önkormányzat munkatársai és főként környezetvédelmi szakmérnökök dolgoznak majd együtt, a cél pedig a szemléletformálás lesz. Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel, vagy a klímastratégiában is szerepel, fel kell, hogy vegyük a kapcsolatot. Ezek iskolákat nem is kifejtettem, de alapvetés az iskola is, hiszen szemléletet szeretnénk formálni. A klímairoda néhány héten belül megkezdheti a működését. Üzemzavar volt csütörtökön a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjában. A vállalat honlapján olvasható közlemény szerint a délután 3:45 előtt pár perccel jelentkező hibát azonnal észlelte az automatikus védelmi rendszer, ami miatt a blokk teljesítménye ideiglenesen 59%-ra esett vissza. A hiba elhárítását a szakemberek este 17:45-ra fejezték be, azóta a blokk ismét a névleges teljesítményén üzemel. Halálos baleset történt Pusztahencse és Nagydarog között pénteken. A piros autót egy 27 éves nő vezette, valószínűleg túl gyorsan haladt, ezért egy kanyarban megcsúszott. Rajta kívül nem utazott más az autóban, a kocsit vezető sofőr a helyszínen meghalt. Eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát egy kanyarban a járműve felett és egy fának csapódott. A 27 éves nagydarogi nő a balesetben elhunyt. Emellett megállapították kollégáim a helyszínen, hogy nagy valószínűséggel a biztonsági övét nem használtam. Hiába szabálytalan, még mindig sokan tüzelnek kezelt fával vagy textillel, erre figyelmeztet a katasztrófa védelem, pedig az elmúlt évek légszennyező anyag kibocsátási adatai azt mutatják, hogy a kisméretű szállópor kibocsátásához több mint 80%-ban a lakossági fűtés járul hozzá. A katasztrófa védelem emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a festett nedves fa, a háztartási hulladék vagy az adott fűtőberendezésbe alkalmatlan anyag elégetése fokozza a korom és a kátrány lerakódást a kéményben. A kéménytüzek megelőzése érdekében tehát megfelelő fűtőanyagot kell választani, és gondoskodni kell a kémény rendszeres ellenőrzéséről is. Helyi szépkorúaknak tartott bűnmegelőzési előadást a Tamási rendőrkapitányság vezetője. Az érdeklődők főként a vagyonvédelem és a bűnmegelőzés fontosságáról hallhattak, valamint azokról a stratégiákról, amikkel megelőzhető, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak.
Minden eddiginél több forrás áll rendelkezésére Bonyhád városának az éves működés finanszírozására. A képviselőtestület költségvetési rendeletéből kiderül, közel 6 milliárd forintból gazdálkodhat a város, és ennek megközelítően 60%-át fejlesztésekre kívánják fordítani. Bár az elfogadott költségvetésben ma még 4 milliárd 628 millió forintos főösszeg szerepel, az első alkalommal ezen változtatni fog a testület, hiszen időközben 1,5 milliárd forintos fejlesztési támogatást nyert Bonyhád a magyar kormánytól. Az így kialakuló 6,1 milliárdos költségvetés azt jelenti, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, fejlesztésekben bővelkedő költségvetéssel vág neki a város az évnek, mondta Filóné Ferenci Bolya polgármester. A 6,1 milliárdos költségvetésből kétharmadnyi rész, több mint 66% fejlesztésre fog fordítódni 2019-ben. Szerintem bármelyik polgármester itt állna a helyemben, örömmel nyugtázna ezt, hogyha ha lehetősége volna. Soha rosszabbat nem kívánok senkinek, magunknak sem. De természetesen ez amellett van így, hogy az a egyharmadnyi működési rész, ami nagyságrendileg egy 2 milliárdot tesz ki a főösszegből, az egy biztonsággal egyensúlyban lévő megalapozott költségvetést eredményezett. A már megnyert források eredményeként idén befejeződik a szennyvíztelep rekonstrukciója, megépül az agrárlogisztikai központ, és a csapadékvíz kezelésére szánt beruházás végére is pont kerülhet. Megdupláztuk a tavalyihez képest, nem egészen, 92% mértékben több az idei saját forrásból megvalósulható fejlesztés, ez számszerűen 284 millió forint. Így bővülhet az intézmények felújítását célzó keret, több utca és járda újulhat meg az évben, és jelentősebb korszerűsítésen esnek majd át a város tulajdonában lévő ingatlanok is. Az idei év első ülését tartotta meg a Völgységi Önkormányzatok Társulása. A 2018-as évi beszámolók mellett a 25 tagtelepülés polgármestere a 2019-es év feladatait, pályázati lehetőségeit és forrásait is számba vette. Január 1-től a házi gyermekorvosi ügyelet is megoldott, január 1-től ezt egy új gyermekorvos látja el. A társulás 2004 óta működik, évente 6 ülést tartanak, a Bonyhádi járás 25 településén társulási összefogásban látták kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat. Két évvel elhalasztja a kormány a cigarettás dobozok egységes fehérbe öltöztetését, pedig ott, ahol ezt bevezették, például Ausztráliában, rövid időn belül mérsékelte a 14-25 évesek körében a dohányzást. A kormányzat a visszakozását sajtó érdeklődésre azzal indokolta, ez egy olyan terület, ahol a piaci szereplőknek nagy a lobby ereje. Az online pénztárgépek használatát ellenőrzik a héten a NAV munkatársai. A revizorok közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta és számlaadást, valamint az online pénztárgép használatához kapcsolódó egyéb kötelezettségeket, mint például az éves felülvizsgálatot, a nyitó készpénzkészlet rögzítését. Ellenőrökre Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon, Tamásiban és Sárpilisen is lehet számítani. Pusztahencsén tartotta ülését a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. A megjelent polgármesterek a 2019-es év költségvetéséről és munkatervéről határoztak. A két napirendi pontról egyhangúan és gyorsan döntöttek. A Pusztahencsén tartott ülés kezdetén a vendéglátó polgármester Bán István üdvözölte a társulás polgármestereit és mutatta be röviden településüket. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás ülése során két napirendi pontról határoztak egyhangú döntéssel a megjelent polgármesterek. A 2019-es év költségvetése és a hozzá kapcsolódó döntésekben az előző évhez képest nem volt jelentős változás. Ugyan a számokat ismerjük, de még a végleges szerződések se a PAK, se a Tamerőművel, se pedig az RHK-val nincs meg, de mind a két helyről biztattak bennünket, illetve megadták azokat a számokat, amivel tervezhetünk. Az idei év munkatervének előterjesztését is elfogadták. Gyakorlatilag azokat a feladatokat, amik szerződéses kötelezettségeink vannak, tehát egyrészt a sajtó kiadás, a tájékoztatás, az ellenőrzés, és hát gyakorlatilag ott is ugye a testületek részére, illetve a felügyelőbizottság részére, vagy ellenőrző bizottság részére, ugye magának a radioaktív hulladék
ZRT-nek az ellenőrzése, illetve vannak a telephelyei, illetve magának a Paksnak az ellenőrzése. Az idei tejit nap kapcsán a tavalyi év sikerére alapozva ismét az atomerőművel közös szervezést képzelnek el, ezzel kapcsolatban a megbeszélések jelenleg is folynak. A kisebb települések számára nagy teher volt annak lebonyolítása és megfelelő helyszínt találni a rendezvénynek. Az atomerőmű ideális otthonául szolgált tavaly a társulás programjának. Egyrészt az atomerőműnek van területén vannak olyan létesítmények, amelyben ez megvalósítható, anélkül, hogy a működtetést ez zavarná, és hát érdekessége volt az idei évnek, hogy a települések, amikor átmentek, ugye bizonyos bemutatkozást tartottak, és ugyanakkor, ami a leglényegesebb volt, a gyerekeknek a részvétele, és a gyerekek nagyon örültek annak, hogy az atomerőmű területén játékos formában megismerkedett bizonyos dolgokkal, és hát utána ugye vendégül látták őket. A 2019-es közmeghallgatást Kalocsán fogják tartani, a pontos időpont megjelölése a későbbiekben fog megtörténni. A csatlakozás mellett döntő települések jelentkezését várja a társulás, ahogy beérkeznek a hivatalos jelentkezések, soron következő ülésükön határoznak a bővülést illetően. Közel 60 diák mutatja be kutatási eredményeit a Tudományos Diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciájának élet- és környezettudomány tematikus programján, amit idén a Szekszárdi Első Béla gimnáziumban tartanak. A konferencia célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt. A Szekszárd gimnázium végzőseinek közel 40%-a tanul tovább természettudományos pályán, az iskola ezt az arányt javítaná tovább. Nagy az izgalom az Első Béla gimnázium előadó termében. A Kárpát-medence különböző pontjairól érkező 60 diák azt várja, hogy előadhassa friss kutatási eredményeit a Tudományos Diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciáján. A Szekszárdi iskolában tartották ugyanis a verseny élet- és környezettudomány tematikus konferenciáját. A Pécsről érkező Maretics előd azt mondja, főként azért jelentkezett erre a megmérettetésre, mert szeretne kutatni. Elsősorban a kutatómunkám bemutatása céljából, de természetesen a felvételi pluszpontok is egyfajta motivációt jelentenek. Az Első Béla gimnázium először ad otthont ilyen nagy tudományos diákköri rendezvénynek. Az intézmény igazgatója úgy véli, az elmúlt években tett erőfeszítéseik a kutatásokra lehetőséget adó laboratórium létrehozása, és az itt megrendezett természettudományos versenyeknek is köszönhető, hogy egyre több diák tanul tovább természettudományos pályán, vagy válik később kutatóvá. Azt gondolom, hogy ma már, hát nálunk ez a 40-60% arány, ami inkább azért a 40 a természettudomány irányába, vagy a műszaki irányba billeg, inkább ebbe az irányba haladnak. Az informatika nálunk nagyon népszerű, és az ezzel kapcsolatos gazdálkodás, környezettudomány, tehát ezek népszerűek. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere ünnepi köszöntőjében arról beszélt, milyen büszke a város arra, hogy ilyen aktív tudományos élet zajlik a megyeszékhelyen. Így az urokon keresztül is, hiszen az elmúlt években 5 alkalommal nyerte meg Első Bélás diák ezt a versenyt, sőt 2018-ban Rapai Bence, ugye Magyarországon képviselte Stockholmban a vízkonferencián, ahol egy gyakorlati és használható dolgozattal mutatta be a szekszárdi borvidéket érintő vízügyi problémáknak az általa javasolt megoldását. Idén az iskolát a 9. osztályos Herceg Olivér képviseli a konferencián, aminek egyébként az a célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és kutatás iránt. A Tudományos Diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciájának döntőjét március végén tartják a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumban. Bundagallér köpönyek, hazudok, ha van kinek. Sebestyén István kakasdi mesemondó üde színfoltja volt a Vármegyeházi Esték rendezvény sorozatnak csütörtökön. Megtelt a Vármegyeháza díszterme, a Vármegyeháza meghatározó épülete a megyeszékhelynek, az egyik legfontosabb szimbóluma Tolna megyének. Az épület magába sűríti a magyar történelem egy jelentős szeletét, megyénk teljes történelmét, szimbolikus jeleket hagyva az utókor számára. A bukovinai székely mesemondó az esten széles repertoáriát vonultatta fel a népi hagyományoknak, dalaival, meséivel és nevettető történeteivel a székelység keserédes, de mindig humorral az élet felé forduló mindennapjait ízleltette meg a közönséggel. Ugye a bukovinai székely mesék ezek már megtalálhatók különböző országoknak a meséibe, tehát a mese az nem ismer határokat, ugye,
csak a bukovinai székelyeknek a lelki világa található meg, és a humora ezekben a mesékben. Tehát föl van öltöztetve székelyesen. A népmesék bizony, most már vannak ezek a bukovinai székely népmesék, Sevestyén Ádám keresztapám össze is gyűjtötte 1-4-es kötet, és van egy nagyon híres mesemondó verseny, bukovinai székely mesemondó verseny, ami Kakazsol indult el, és minden ötödik évben visszamegy Kakazsot. Játékos módszerekkel, például bábozással vagy mondókákkal, esetleg tanmesékkel sokat tehetnek a kisgyermekes szülők azért, hogy az óvodába frissen bekerülő gyermekeik ne éljék meg traumának a szülőkről való leválás élményét. Ez hangzott el Tolnán a Szülőklub csütörtök délutáni foglalkozásán. A rendhagyó programsorozat részeként minden alkalommal egy gyermekpszichológus tart szülőknek és pedagógusoknak gyakorlatias előadást a helyi lovardában. A mostani előadás témáját az óvodáskorú gyerekek szüleiktől való leválásakor jelentkező nehézségek adták. Hasznos az, hogyha leülnek a gyerekeikkel mesélni bármiről. Nem kell feltétlenül mesekönyvet, akár kitalált történetek, akár egy-egy élet hozta történetet újra mesélni, újra mondani, sztorizni. Regionális híreink következnek. Megkezdődött a vita a pécsi költségvetésről, 54 milliárdból gazdálkodhat a város. Brutális rablás Pécsen, vádat emelt az ügyészség, több éves büntetést szabhatnak ki. Gázpalackra cserélték a tűzifát, különleges ötlet bőszénfán. Parás szócsatákkal megkezdődött Pécs idei költségvetési tervezetének vitája a közgyűlés ülésén. Március közepéig kell megalkotni a rendeletet, amit idén is két fordulóban tárgyal a képviselőtestület. Módosító javaslatok is érkeztek a kiadási oldal lefaragásához, amiből többet támogatott a városvezető koalíció. A költségvetés vitáján fakadt ki a Jobbik városi képviselője a közgyűlés csütörtöki ülésén. Pécs idei bevételeinek és kiadásainak rendelet tervezetét tárgyalták. Módosító javaslatok is érkeztek ehhez ellenzéki oldalról. Azt javaslom, hogy fenntartható városüzemeltetési projektekre fordítsák modellvárosabb program forrásait is. És akkor egy év múlva, két év múlva arról beszélhetünk, hogy ez a város működő, korszerű, felzárkozott a többi városok. Kővári kezdeményezte még, hogy 500 millióval kisebb összegből működjön a város buszos cége, vagy a helyi közlekedési szolgáltatást adják át az államnak. Az önkormányzati cégek növeljék bevételeiket, a város hajtsa be a kintlévőségeit, valamint csökkentsék 5%-kal az önkormányzat dologi kiadásait. A közgyűlés mai ülésén a vita megkezdődött. Most a tervezett 54 milliárd forintos kiinduló bevételi, illetve kiadási főösszeggel számol. Végigvettük a különböző tételeket a közgyűlés mai ülésén. A közgyűlés elfogadta az első forduló tárgyalásának a lezárását, következő hónapban pedig várhatóan a végszavazás következik. Március közepéig kell elfogadni az önkormányzati törvény szerint az idei költségvetést. A csütörtöki első fordulóban az ÖPE politikusának módosító javaslataiból többet is elfogadtak. Nőnapon rabolt ki egy egészségügyben dolgozó nőt tavaly az a férfi, aki ellen most emelt vádat az ügyészség. Az elkövető olyan brutálisan lépett fel, hogy az áldozatnak több csontja is eltört, miközben próbálta megvédeni értékeit. A rabló nem ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már volt börtönben hasonló eset miatt. Ezért most több éves büntetésre számíthat, amit teljes egészében le kell ülnie, kedvezményt nem kaphat. Ipari kamera rögzítette azt a brutális rablást, amit a Lánc utcai rendelőintézetnél követtek el tavaly március 8-án reggel. Két kamera is rögzítette, ahogy a rabló táskájánál fogva lerántja a kiszemelt áldozatot, egy 50 év körüli egészségügyi dolgozót. Elsőre nem sikerült megszereznie az értékeit, ezért métereken át húzta, cibálta a földön fekvő nőt. Végül sikerült elvennie a táskáját. A táskában többek között
között mint egy 30 ezer forintnyi készpénz, mobiltelefon, illetőleg személyes iratok is voltak. A sértett a bántalmazás következtében súlyos sérüléseket szenvedett el, több bordája eltörött, illetőleg különböző zúzódásai is keletkeztek. Az elkövetőnek nem ez volt az első bűncselekménye, korábban már többször volt büntetve ugyanilyen jellegű bűncselekmény miatt, tehát rablás miatt korábban több mint 6 év szabadságvesztésre ítélték. Ezt figyelembe veszik majd az ügyben kiszabásra kerülő büntetésnél is. Ráadásul feltétele szabadlábon követte el tettét a férfi, így a régi büntetéséből megmaradt 1,5 évet szintén le kell ülnie. Két bűncselekménnyel vádolja az ügyészség, súlyos testi sértéssel, illetőleg rablással is. Ezek közül a legsúlyosabbnak a büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés, azonban mivel halmazatról beszélünk, ezért ez emelkedhet, tehát akár 12 év szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. A kiszabott büntetést teljes egészében le kell ülnie. Nem csoda, hogy információink szerint az elkövető kihallgatásakor öngyilkosságot követett el. Összebilincselt kézzel ugrott ki a csukott ablakon a városi rendőrség 2. emeleti kihallgató szobájából. Súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte. A mostani rablásról azt mondta a 28 éves támadó, hogy nem emlékszik semmire, mert kábítószer hatása alatt volt. Gázpalackokra cserélték a 12 ezer forintos rezsicsökkentésből származó támogatást a bőszénfaiak. Nem tűzifát vettek az összegből, hanem gázpalackokat. Ebből 3 is kijön háztartásonként, és így akár 1/2 évre is megoldható a családoknál a kiegészítő fűtés és a főzés is. Vannak, akik személyesen jöttek érte, másoknak házhoz vitték a település autójával a gázpalackokat. 98-an éltek a lehetőséggel és igényelték a 0,5 méter tűzifa helyett, amely jó esetben is mindössze 1,5-2 hétre lenne elegendő egy-egy családnak. A helyiek jó része fával fűt a zselici kisfaluban, bár a vezetékes gáz már bevezetésre került, kevesen kötöttek rá. Így főzni is palackos gázzal tudnak. Ez adta az ötletet a település vezetőinek, hogy ne fát vásároljanak az összegből, hanem inkább palackokat. Sokkal jobb megoldás lenne a gázpalackból gondolkodnánk, hiszen ha némi önkormányzati segítséggel egy kicsit megtudjuk, akkor gyakorlatilag 3 gázpalackot át tudunk adni az igénylőknek, ami annyit jelent, hogy egy közepes kategóriájú család, hogy júniusig körülbelül megoldotta azt a problémáját, hogy gázpalackot nem kell cserélni, tehát a kis ebédjét, a kis kajáját meg tudja főzni. Első körben 132 darab gázpalack érkezett a kis zselici településre. Kis Istvánné és férje is palackos gázt használ a sütéshez, főzéshez. Az a gázpalack meg azért nagyon jó, már hát több mint egy hónapig elég egy palack a főzésre, és ugye 3-at kapunk, hát az nagyon megérte. Annél jobban nem érte volna meg semmi, mert hát az a fa egy nulla. A bőszínfaiak még 2-szer, márciusban és júniusban számíthatnak gázpalackokra. A településen összesen 294 darab gázpalackot osztanak szét az igénylők között. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat röviden. Szemléletformálás, klímairodát hoznak létre a megyei önkormányzaton belül. Halálos baleset, nem volt bekötve a 27 éves áldozat. Költségvetés, 6 milliárd forintból gazdálkodik idén Bonyhád. A tudomány iránti érdeklődés felkeltése a cél. Szekszárdon tartják a tudományos diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciáját. Tolna megyében hétvégén reggelente a párásság, ködfoltok várhatóan ismét mindenütt eloszlanak, jellemzően napos, néhol szűrtebb napsütéses, vékonyan rétegfelhős, fátyolfelhős, eseménytelen idő alakul ki, csapadék nem hullik, gyenge, jellemzően déli, délnyugati irányú marad a légmozgás, tavasziasan enyhe lesz a délután, éjjel ismét fokozódik a párásság, egyre több felé képződhetnek ködfoltok is. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!